Az idei évben is változatos és színes programokkal várta a művészetkedvelő közönséget a Kékmadár Fesztivál, amelyen kitűzők vásárlásával állhattak a nemes kezdeményezés mellé a fesztiválozók. A június 2. és 4. között megrendezett 31. Kékmadár Fesztivál végül rekordbevétellel zárult, így több mint 40 beteg gyermek gyógyulását tudják segíteni. Mindig is jó sikerült a Kékmadár, és mindig az a kérdés, hogy melyik volt a legjobb, megyünk előre, hogyan haladunk a bevételeinkkel. Idén tényleg, sőt az elmúlt egy-két évben köszönhetően a kaocsai közönségnek, hogy ennyire pozitívan állnak a fesztiválhoz, ennyien sokan eljönnek. Köszönhetően, hogy itt a Sétáló utcában csináljuk az egészet. Egy kicsit ilyen sikerült a városi összetartást, vagy összefogást, vagy csapatépítésnek szokták ezt mondani ma, a mai világban, hogy itt vagyunk, és ilyen fantasztikus közönség jött össze, köszönhetően a kitűzőknek, a kitűzőpontoknak, az önkormányzat támogatásának, az MVM-nek, az Andának, akik ebben segítenek a gyerekek rajzolásának, sorolhatnám a rengeteg támogatót. Szóval az idei fesztivál még a tavalyinál is talán jobban sikerült, vagy legalábbis a bevételünk talán még egy fokkal nagyobb lett. Úgyhogy úgy alakult a helyzet, hogy 46 gyereket, idén 7 millió 16 ezer forinttal, így jött ki valahogy a számolás, hogy a több kategóriába támogatjuk. És most ebből a 7 millió forinttal idén átléptük a 100 milliós határt. Amit én már ugye az évek óta úgy reménykedem, hogy ez létre fog jönni, és elértük a 100 milliót. És megmondom őszintén, büszke vagyok magunkra, hogy azért 100 millió forint a 100 millió forint, ezt most ne ragozzuk, az egy nagyon komoly pénz. Egy magánalapítványnak, egy kisvárosban, vagy nagyvárosban, ahogy hívom Kalocsát, hadd hívjam nagyvárosnak, azért ennyi pénzt összeszedni azok után, hogy például az első 5-6-7-8-10 évben még tízezrekkel, százezrekkel tudtunk segíteni a gyerekeknek, meg eszközökkel, minden félével, de most már azért hosszú ideje, mert a pályázatokat írunk ki beteg gyerekek családjainak, azóta fölment millió fölé, aztán 1-2 millió fölé. Tehát azért az átlag, ha kiszámoljuk, az azt jelenti, hogy évi 3 millió körülbelül a 30 év alatt, de ez inkább sokkal több, mert az első 10 év az még komoly küzdelem volt, hogy támogatókat szerezzünk. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk erre, és borzasztóan örültem ennek, amikor az elszámolást csináltuk. És hát valóban egy pár percre, ahogy írtam is a közösségi oldalon, hogy az ember megáll kicsit megveregeti a többiek vállát, meg egyáltalán még néha a saját vállát is szerintelenül. Lakatos György érdeklődésünkre elmondta, hamarosan Hódmezővásárhelyre utazik, ahol mesterkurzust tart és koncertet ad, majd a Zempléni Fesztiválon is részt vesz. Augusztus 20-án pedig édesanyja, dr. Lakatos Istvánné kiemelkedő tanári munkájáért veheti majd át Kalocsa város polgármesterének kitüntető díját. Azonban a munka és a fesztivál szervezés a nyár során sem áll meg. Nincs megállás, ahogy ígértem talán a médiában is, hogy szeptemberre összeáll a műsor, már a műsor talán 50%-ával megvagyok jövőre, mert az mindig nagyon sokat segít, hogyha időben elkészül a műsor, tehát jobban föl lehet készülni. Az elmúlt évben rengeteg egyéb elfoglaltságom volt, ami elvonta az időmet, de most kész van a műsor, szeptemberre kész lesz a műsor, tehát most megígérem itt is, hogy szeptemberben csinálhatunk egy riportot a kész műsorral, és most ki van tűzve a következő mérföldkő, a 200 millió forint, ami, hát hogyha ilyen elképesztő támogatottságunk van a kalocsaiak meg a támogatók részéről, akkor az 10-12-3 év. A főszervező azt is megosztotta a televíziónkkal, hogy a 32. Kékmadár Fesztivál június 14-én, 15-én és 16-án kerül majd megrendezésre. Nekem mindig ilyenkor a Meszesi út jut eszembe, ha megyünk ki a Dunára. Mikor régebben kerékpárra mentünk ki, meg most is néha kimegyek kerékpáron. Az első kanyar ott van az 1 kilométeres kő után. Utána jön az a hosszú egyenes. Ugye 3 egyenes van a Meszesi útban. A hosszú egyenes az nagyon hosszú. Főleg, mikor régen még Macskakövön mentünk kifelé, ott a 3 kilométeres kő ott van a fordulóban, tehát nekem ez jut eszembe mindig, amikor erre a Kékmadárnak a következő mérföldkövére gondolok, hogy most egy hosszú egyenes jön, de látható az a cél, amit szeretnénk elérni, és ahogy mondtam, annak idején az alapító okiratban cseppenként telik meg a tenger, most szerintem elég sok cseppet belehortunk ebből a 100 millió forinttal, de még mindig nincs tele a tenger.